Köszöntöm a nézőket! Manapság elképzelhetetlen az advent időszaka, a karácsony, a csillogó, villogó fényfűzérek, az hangulatos mécsesek és gyertyák nélkül, azonban érdemes odafigyelni, hogy ezekből nehogy tűz keletkezzen. A mai esti mérlegben ezzel a témával várjuk Önöket, maradjanak velünk! Mi jellemzi-e az adventi időszakot, a karácsony előtti időszakot, vagy a karácsonyi időszakot tűzesetek szempontjából? Hát a családban, otthonokban, családokban keletkezett tűzeseteknek a száma ilyenkor előfordul, kismértékben emelkedik, bár én úgy gondolom, hogy a sok éves megelőző munkánknak köszönhetően ez nem jellemző, és most ezt nem csak az egyenruha mondatja velem, hanem valóban a statisztikai számok is ezt igazolják. De hát a lakástüzek bekövetkezésének az esélye valóban nagyobb. Ennek egyetlen egy oka van, illetve egy fő oka van, ezek a gyertyák, mécsesek, amit ilyenkor előszeretettel használnak az otthonokban az állampolgárok, akár az adventi koszorúról, akár a karácsonyfán meggyújtott gyertyáról, esetleg csillagszóróról van szó, és már itt hozzá is tenném, hogy erről mindenkit lebeszélnék, hogy fenyőfán csillagszórót vagy gyertyát gyújtson. Mit kell tennünk egyébként, hogyha ilyen szituáció adódik, hogy valami esetleg meggyullad? Ha megengeded, akkor előbb arra válaszolnék, vagy azt fejteném ki, hogy mit tegyünk, hogy ez egyáltalán ne történjen meg. Nagyon fontos, hogy amikor gyertyát, mécsest használunk bármilyen célból, bármilyen okból, azt csak addig tegyük, amíg mi is abban a szobában, helyiségben tartózkodunk, ahol használjuk ezt az eszközt. Amikor kimegyünk onnan, elmegyünk otthonról, mindenképpen olcsuk el, fújjuk el ezt a gyertyát, soha ne adjuk őrizetlenül. A koszorúk alatt mindig legyen valami olyan alátét, olyan tálca, ami nem éghető alapanyagú, hogyha mégis felborulna, akkor ne az asztalt, ne az asztalt terítőjét éri el a láng. Karácsonyfa füzéreknél, lámpafüzéreknél, lakóházakat díszítő, hiszen most már nagyon nagy divatja van ennek is, lakóházakat, kerítéseket, kerteket díszítő füzéreknél nagyon fontos, hogy mindig olyan helyen vásároljon az állampolgár, ahol valóban megfelelő műszaki terméket tud kapni a pénzéért, Európai Uniós szabványoknak megfelel, soha ne azoktól az árusoktól, akik odalépnek hozzánk az utcán, és kabát alól szatyorból árulják a portékájukat, ezek soha nem biztos, vagy szinte soha nem biztonságosak. Mit kell tennünk, hogyha mégis bekövetkezik a baj? Mondhatnám, hogy amíg kicsi a tűz, addig próbáljuk meg eloltani, amikor nagy, akkor már semmiképpen sem, de hát mi a kicsi, meg mi a nagy, ezt nem lehet megmondani. Én azt gondolom, hogy amikor valóban még nagyon kis kiterjedésű, egy ilyen adventi koszorú méretű, akkor mindenképpen megkísérelhetjük eloltani. A tűzoltóságot egyébként az eloltott tűzről is értesíteni kell a 112-es segélyhívó alkalmazásával. Amikor már nagy lánggal, sűrű füstképződéssel ég a tűz, akkor sose az értékeinkre gondoljunk, mindig a saját szeretteink, meg a saját egészségünkre és életünkre, akkor bizony menekülni kell. Ha van rá lehetőségünk, ha eszünkbe jut és hozzáférünk, akkor végezzük az áramtalanítást, esetleg a gázelzárást a lakásban, a családi házban. És az a menekülési útvonal, ahogy elhagytuk az épületet, a lakást, magunk mögött lehetőleg, ha szintén van rá lehetőségünk, és ezzel nem veszélyeztetjük magunkat, csukjuk be az ajtót, csukjuk be az ablakot, hiszen ha kevesebb levegő és egy kevesebb oxigén jut be a helységbe, akkor a tűzterjedése is sokkal lassúbb lesz, hiszen oxigén nélkül nincsen tűzfejlődés. Milyen eszközökkel érdemes oltanunk a tüzet, hogyha már adódik ilyen? Hát természetesen a legnépszerűbb és a legkézzelfekvőbb, amit a tűzoltók is használnak a leggyakrabban, az a víz. Itt egyetlen egy dologra kell nagyon odafigyelni, ha elektromos tűzről beszélünk, akkor előtte mindenképpen a feszültségmentesítés, áramtalanítást, ha van rá lehetőség, akkor a villanyóra szekrénynél a biztosíték lekapcsolásával el kell végezni, és csak ezt követően oltsuk azt a tüzet vízzel, ahol valamilyen feszültség alatt lévő berendezés is lehetett. Milyen berendezés jó, hogyha van otthon nálunk az otthonunkban? Jogszabályok nem teszik kötelezővé a kézi vagy más néven hordozható tűzoltó készülékeknek az otthon történő készenlétben tartását, tehát ilyen kötelezettség nincs, de mindenképpen ajánlott. Természetesen árat forgalmazott nem mondhatok, de pár ezer forintért egy 6 kg töltett tömegű hordozható tűzoltó készülék már megvásárolható. Ha ennek a kezelését, használatát is elsajátítjuk, ami rettentő egyszerű, hiszen egy biztosítószeg van rajta, ezt ki kell húzni, a készülék tömlőjét a tűz felé irányítani, és akkor van egy kar, amit meg kell húzni, és jön belőle az oltóanyag. Tehát ha valaki áldoz a biztonságára pár ezer forintot, pontosabban a még nagyobb biztonságára, akkor úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sokat tett annak érdekében, hogyha tűz is keletkezik az otthonában, az minél kisebb mértékű legyen.
van valamilyen bírság akkor, hogyha kihívjuk a tűzoltókat egy ilyen esetben, mondjuk, hogyha mi vagyunk tényleg a felelősek? Hát azt megállapítani, hogy ki volt a felelős egy lakástűz kialakulásánál, azért nagyon nehéz. Alapesetben természetesen, ha valakinek kár keletkezik az otthonában, akkor az nem egy bírságolási tételt von maga után, vagy egy hatósági eljárás, hanem ott arról szól ez a történet, hogy mennek a tűzoltó kollégák, és életmentés, anyagi értékek mentése, tűz tovább terjedésének megakadályozás, az oltás az ő feladatuk, és nem az, hogy azt keressék, hogy esetleg hol vásárolt ezt az égősort. Egy nagyon fontos dolog, ami engem mondjuk így érdekel, hogy egy karácsonyfa tűzből egyébként mekkora tűzesetek tudnak kialakulni? Hát pont a karácsonyfa tüzek, tehát az otthonunkban bevitt karácsonyfa, fenyőfa tüzekből bizony nagyon nagy tüzek tudnak kialakulni. Ennek mi lehet az oka? Nagyon egyszerű. Maga a fenyőfa egy nagyon erősen gyantás fafajta. Azok a fák, amiket mi megvásárolunk, főleg a kivágott, tehát nem a gyökérlabdás fákra gondolok, azok a fák, amiket mi megvásárolunk, akár már most a napokban is ugye megtehetjük, hiszen már én is láttam számos helyen fenyőfaárusok már dolgoznak, kitelepültek. Ezeket nem tudom pontosan, de bizonyára egy vagy akár már két hónappal ezelőtt is kivágták, tehát nem jutnak folyadékhoz. Amikor mi ezt bevisszük a lakásba, akkor pedig egy nagyon meleg környezetbe fogjuk bevinni, tehát nagyon gyorsan szárad ez a fa. Gondoljunk csak bele akár a saját háztartásunkba, saját otthonunkba, hogy hol szoktuk felállítani. Leggyakrabban valamilyen sarokba tesszük a fát, hogy minél kevésbé legyen útba. Mi szokott a sarokba lenni? Ott van a szekrény, ott a könyvespolc, ott a függöny. Azt hiszem nem is kell magyarázni, hogy ez milyen nagyon nagy problémát tud okozni. Egyébként a vágott fáknak, a vágott fenyőfáknál a tűzterjedés nagy mértékben lehet lassítani, ha arra is gondolunk, hogy a szára az olyan hosszú legyen, a talvba állított szára olyan hosszú legyen, hogy vízbe tudjon érni. Ugye lehet ilyen fenyőfatalpakat is vásárolni már, amit fel lehet tölteni vízzel, hogy egyrészt a fát is ellátja nedvességgel, másrészt stabilizálja is a fenyőfát, a karácsonyfát. Ha nem ilyen van, hanem régi, hagyományos, akkor meg lehet úgy faragni, meg kell kérni a közelben lévő férfi társunkat, hogy faragja úgy a fát, hogy egy műanyag tálba beleérjen a szára, amiben vizet teszünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog meggyulladni, de gondoljunk csak arra, mint amikor mondjuk anyák napjára a hölgyek virágot kapnak és vázába tesszük. Az a célunk, hogy minél tovább friss maradjon, nedvességgel teli legyen. Hát a fenyőfánál ugyanez. Semmiképpen se gyújtsunk csillagszórót a szára, az még ki nem dobott karácsonyfákon az ünnepek után. Erre hívja fel a lakosság figyelmét a katasztrófavédelem. Tavaly télen egy meggyújtott csillagszóró miatt égett le egy fenyőfa, amely nagyobb lakástüzet is okozhatott volna. Ennek az Öreghegyi utcának az egyik családi házában gyújtották meg a lakók a karácsonyfán az utolsó csillagszórót. A fa füstölni kezdett és lángba borult. A vészhelyzetet felismerve a tűzoltók segítségét kérték, a bajba jutottak. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók átvizsgálták az épületet és átszellőztették, mivel a füst felszivárgott az emeleti helyiségekre is. A tűzeset során a karácsonyfa szinte teljesen leégett, csak a törzse maradt meg, ágai megsemmisültek, még a tűzoltók kiérkezésekor egyébként egy-két ág izzott is, valamint a nappali falai is kormozottak. A tél folyamán demonstrálták már a karácsonyfa tüzet a katasztrófavédelem szakemberei. A látványos bemutató is próbálta felhívni a lakosság figyelmét, hogy a száraz fenyőn már ne gyújtsunk csillagszórót. Nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy a karácsonyfa tüzek veszélyével ezekben a napokban kell leginkább számolni, aki még nem bontotta le az ünnepi fáját, hiszen a meleg szobai hőmérsékleten a vágott fenyő mára már nagyon kiszáradt, ebből adódóan és a magas gyantatartalma miatt így rendkívül gyúlékony, és ahogy a Öreghegyi eset is mutatta, pillanatok alatt egy csillagszóró szikrájától is nagyon könnyen kigyullad a karácsonyfa, és lángra kap, és nagyon gyorsan leég, ezzel pedig kiterjedt lakástüzet okozhat. A szóvívő hozzátette, az Öreghegyi esetnél szerencsére a lakók időben felismerték a vészhelyzetet, és már a füstölésnél hívták a 112-es segélyszámot. Ennek köszönhetően nem történt nagyobb tűzeset. Legyünk biztonságban a karácsonyi ünnepek idején is. A megyei katasztrófavédelem látványos tűzmegelőzési bemutatót tartott egy évvel ezelőtt annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a legfontosabb szabályokra. Karácsonykor a lakástüzek száma megduplázódik, pedig egy kis odafigyeléssel valamennyi megelőzhető lenne. A Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság éppen ezért tart minden évben figyelemfelhívó akciót. Ahogy a bemutatón is látszik, a karácsonyi lakástüzeknek két oka lehet. Az egyik a tűzhelyen ott felejtett étel, olaj begyulladása. Hajlamosak vagyunk néha a sok
sürgés forgás takarítás közben megfeledkezni a tűzhelyen az étolajról, vagy a zsiradékról, vagy egyéb más ételről is. Nagyon fontos, hogyha esetleg az ott felejtett zsiradék lángra kap, akkor ne ijedjünk meg nagyon, mert ezt nagyon könnyen el lehet oltani. Ha lángra kapott az étolaj, akkor zárjuk el a tűzhelyet, és egy fedővel, vagy egy serpenyővel a lángoló lábost fedjük le, tartsuk ott egy rövid ideig, és ezzel ki fog aludni a tűz. A másik gyakori ok pedig, amikor a karácsonyfa kap lángra, a közelében felejt egy gyertyától, a csillagszóró szikrájától, vagy éppen a nem megfelelően működő fényfüzértől. Ha karácsonyfa lángra kap, akkor már tulajdonképpen nagyon nehéz cselekedni. Ezért javasoljuk azt, hogy a karácsonyfák közvetlen közelében lehetőségekhez mérten ne legyen bútor, mert ha kigyullad a fenyő, akkor azt próbáljuk meg eldönteni, egy-két pokrócot szétnyitva ráteríteni, ezzel a lángolást megszüntetjük. De tudni kell, hogy a karácsonyfáknak, a vágott fenyőknek a gyúlékonysága napról napra fokozódik, mert szobahőmérsékleten ezek a fenyők nagyon gyorsan száradnak, és a magas gyantatartalom is hozzájárul, hogy tulajdonképpen ha a fenyő nyílt lángot, egy kisebb szikrát is kap már új évkor, akkor egy fél pillanat alatt leég. Az ilyen bemutatók nagyon hasznosak, ezúttal is sokan nézték és hallgatták figyelmesen a lánglovagok akcióját. Babella Rita családjával közösen nézte végig a bemutatót, és mint mondja, ők mindig nagyon elővigyázatosak. Gyerkőcöt hoztuk el, hogy lássa, bár ő még piculi, de tűzoltománia van, úgyhogy megelőzendő, hogy hadd lássa, hogy milyen egy tűz, ha ott hagyjuk az égő gyertyát, egyebet, de mi nem is hagyjuk ott, mert ezért nincs, mert még kicsi a gyerkőc, nehogy játszon ezzel. A tűzoltók kérik, ha lehet, karácsonykor legyünk még óvatosabbak és körültekintőbbek, mint máskor. Az ünnepekkor szóljon a csendesé, ne a kék lámpások szirénája. Télen nem csak a karácsonyi mécsesekre, gyertyákra szükséges odafigyelnünk. Az egyenruhások felkészültek az évszakra. Fontos, hogy mindenki más is tegye meg, hogy a hideg hónapok és az ünnepek békében teljenek. Elég néhány óvintézkedés, ami akár életet is menthet. A szénmonoxid érzékelő bajt jelez. Az édesanyja gyorsan felkapja gyermekét, majd a család az utcára szalad, és hívja a 112-t. A katasztrófa védelem videójában azt mutatja be, hogy jó esetben miként végződik a szénmonoxid szivárgás. Nagyobb baj is lehet a vége. Éppen ezért hangsúlyozzák a szakemberek, hogy legyen a lakásban szénmonoxid és füstérzékelő. Fontos azt tudni, hogy a szénmonoxid az egy első pillanatban egy néma gyilkos, és sokáig, amíg a gázkoncentráció el nem ér egy szintet a vérben, tünetmentes. De viszont a szénmonoxid érzékelők ezeket már érzékelik és mutatják, viszont ha bárki hányással, hányingerrel, fejfájással, esetleg eszméletvesztéssel, görcsökkel járó rosszul létet tapasztal a környezetében vagy saját magán, akkor azonnal hagyja el a helyiséget ki kell szellőztetni. Majd azonnal segítséget hívni. A mentők az elmúlt fűtési szezonban 500 szénmonoxid mérgezéses embert láttak el a megyében. Köztük voltak enyhe esetek, de volt, aki nem élte túl. Fontos, hogy az első begyújtás előtt minden esetben ellenőriztetni kell a fűtőberendezéseket, kéményeket. Nem csak a szénmonoxid, de a füst és a kéménytűz is veszélyes. Fontos, hogy a tüzelőberendezéseket megfelelően használjuk, illetve megfelelő tüzelőanyagokat égessünk ezekben a tüzelőberendezésekben. Ne égessünk kommunális hulladékot, egyéb építőipari vagy faipari hulladékot, hiszen ezeknek a tüzelése ugye rendkívüli veszélyt mind hordoz, mind a kéményen tüzelőberendezésre, és hát ugye a környezetre nézve is. Fontos, hogy a tüzelőberendezések használata során kellő mennyiségű levegőt biztosítsunk az égéshez. A fűtés és az időjárás is lehet veszélyes. Télen nem szabad elindulni felkészületlenül. A jó téli gumi, egy takaró és egy termosztea nagy segítség lehet. Havazás lesz, esetleg hófúvás, akkor erre külön fel kell készülni. Meleg ruhát tegyünk az autóba, vigyünk magunkkal innivalót, ennivalót, legyen a tank tele, töltsük fel a mobiltelefonunkat, esetleg egy kisebb ásólapát, vagy a szem, a vonóhorog legyen kéznél, illetve tudjuk azt, hogy hol kell megtalálni, hol találjuk meg a járműben azt a csatlakozót, amivel esetlegesen, hogyha ki kell húzni az autót, akkor meg tudjuk ezt tenni. A szakemberek már felkészültek a térre, de fontos, hogy mindenki más is tegye ezt meg. Az egyenruhások is az utakon közlekednek, igyekeznek minél hamarabb a helyszínre érni. De ebben az autósok segítsége is elengedhetetlen, főként a téli jeges, csúszós utakon. Kedves nézőink, a mai esti mérlegben az adventi időszak és a karácsony tűzvédelméről beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!